Csongrád megye 1-es és 2-es számú egyéni választókerületeiben a Párbeszéd támogatásával indít képviselőjelölteket az MSZP. A 2-es számú választókerületben Jó Márton indul. Az MSZP önkormányzati képviselője a Szociális Bizottság elnökeként sokat tett a rászorulók megsegítéséért. Ugyanez jellemezni a következő 4 évét parlamenti képviselőként is. Azzal a reménységgel fogunk bekopogtatni az embereket, hogy támogatni fogják azt a munkát, amit elkezdtünk Szegeden, mert fontos számunk az, hogy Szeged fejlődjön, jó irányba haladjon. Fontos számunkra az elesettek segítése is, szociális támogatások is, hogy megkapják azok, akik rászorulnak, és fontos az, hogy az embertársainkat megfelelő módon képviseljük a megfelelő helyeken. Az egyes körzet szocialista indulója Szabó Sándor, jelenlegi országgyűlési képviselő. A mostani fórumon többen keresték meg nyugdíjjal kapcsolatos kérdésekkel. Szociális téren a jövőben is a szegediekért tenni a legtöbbet. Kőkeményen Szegedért és a térségét fogok dolgozni. 4 évvel ezelőtt is, amikor képviselő lettem, én azt vallottam, hogy elsősorban vagyok Szeged és a térség képviselője, és csak másodsoron kívánok országos politikával foglalkozni. Én az elmúlt 4 évben is folyamatosan olyan kérdésekkel foglalkoztam, amelyek Szeged városát érintették, önkormányzati ügyekkel, szociális kérdésekkel, oktatási kérdésekkel, amelyek elsősorban a város mindennapjait, mindennapi életét befolyásolták. A fórumon részt vett Botka László is, aki mindkét jelöltben potenciális képviselőt lát, hiszen mindketten hozzájárultak Szeged fejlődéséhez. A polgármester hangsúlyozta, a következő 50 napban nem az ellenzékkel foglalkoznak, hanem Szeged közös értékeiről, céljairól beszélnek, hogy a következő generáció ebbe a városba tervezze jövőjét. Mi azt tervezzük, amit egyébként szoktunk csinálni a kampányban, mi Szegeddel fogunk foglalkozni. Minél több szegedivel szeretnénk találkozni, és a szegedieknek szeretnénk elmondani azt, hogy mit szeretnénk fejleszteni még a városban a következő időszakban. Én azt tapasztalom és azt látom, hogy a szegediek továbbra is azt szeretnék, hogyha a Szeged a békeszigete lenne, egy európai igazi demokratikus város. A következő 2 hétben 50 helyen gyűjtik az induláshoz szükséges aláírásokat. Szabó Sándor és Jobb Márton az MSZP és a Párbeszéd támogatásával indulnak. De a demokratikus koalíció azzal segít őket, hogy egyik körzetben sem indítottak saját jelöltet.